Michelle Nelsont a pennsylvániai Miss York megye szépévé választották 2016-ban. Az a tény, hogy nyertem, még inkább megmutatta, hogy milyen hatalmas és valóságos Isten az életemben. Ő a hambakból is a szépség koronáját támasztja. Michelle-nek nem voltak mindig ilyen kilátásai. Amikor még csak 5 éves volt, egy férfi a gyülekezetükből elkezdte molesztálni. Mocskosnak éreztem magam, értéktelennek. Úgy akartam viselkedni, mintha mi sem történt volna. Nagyon ijesztő volt maga a gondolat, hogy megtörtént, pláne tudatosítani ezt magamban. Az egyik nyáron egy bibliatáborban átadta a szívét Istennek. De a molesztálás miatt, ami éveken keresztül folytatódott, nehezen tudta megérteni Isten szeretetét. Ő a nagy védelmező, de másrésztről mégsem áll össze ez a kép. Nem tudtam megérteni, miért engedi meg, hogy ilyen megtörténhessen. A bűntudat és szégyen egyre csak nőtt, és Michelle évekig nem beszélt róla senkinek. Ott volt még az is, hogy nem beszéltem róla. Azt hiszem azért, mert féltem attól, hogy tudják, hogy ez mit okozna. Emlékszem egy bizonyos napra, amikor a tükör előtt állva öngyilkos gondolataim lettek. Szenvedtem az egyre növekvő depressziótól is. Értéktelennek éreztem magam, mintha egy börtönben lettem volna. A történteket nem akartam elfogadni. A bibliaiskola alatt nem folytatódott a molesztálás. Ekkor Michelle megnyílt a lány testvérének. De a helyreállási próbálkozása kisiklott, amikor 21 évesen bedrogozták és megerőszakolták. Úgy éreztem, hogy elvesztettem a szívemet, és vele együtt a lelkemet. Azt éreztem, hogy a teljes valóm és az identitásom szakadt szét. Aztán emlékszem, ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedtem. Nem értettem, Isten miért hagyja, hogy ez történjen. Nem tudtam feldolgozni a rengeteg dühöt. A poszttraumatikus stressz borzalmas volt. Nem tudtam aludni éjjel, szörnyű emlékképek gyötörtek. Abban az időszakban megpróbáltam elinni a fájdalmamat. Elkezdtem lefeküdni másokkal, és nem éreztem, hogy bármi értéke vagy célja lenne az életemnek. Michelle végül elkezdett vetkőzni. Amikor striptizeltem, volt erőm. Amikor nem, akkor nem volt hatalmam az életem felett. Arc volt ez bennem. Mert legbelül még mindig ugyanaz a lány voltam, de közben nem találtam önmagamat, és nem tudtam, hogy hogyan lehetnék újra az, miközben romlott árunak éreztem magam. A döntései ellenére Michelle azon volt, hogy Isten mentse meg őt. Még így is kiáltottam hozzá, hogy Istenem, ha tényleg létezel, akkor kérlek, mutasd meg magad. És ő megmutatta magát. Isten megmentett. Egy nap Michelle-t felhívta az anyukája. Valahogy megtudta, hogyan él Michelle, és emlékeztette arra, hogy Isten sosem felejtkezik meg róla. Nem akartam csalódást okozni neki. Úgy értem, hogy ő nagyon sokat jelent nekem. Bántott, hogy fájdalmat okoztam neki. Akkor úgy döntöttem, hogy adok még egy esélyt az életemnek, és mindent újra kezdek. Miután Michelle 2 évig Isten elől futott, úgy döntött, hogy mégis hozzáfordul. Jobb akartam lenni, túl akartam emelkedni azon, amin keresztül mentem. Csak nem tudtam, hogy hogyan. Így aztán elkezdtem keresni Istent. Ő elvezetett az Efézus 5-höz, ahol azt mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te neked a Krisztus. Elkezdtem felismerni a halott dolgokat az életemben, a striptizt, a paráznaságot, az ivást, bulizást. Eldöntöttem, hogy mindet abba hagyom. Ez fordította meg igazán az életemet. Megértettem, hogy ő megbocsát, hogy lehet egy új életünk Krisztussal. Michelle-ben folyamatosan erősödött Isten igéje, bölcs vezetése és őszinte barátsága által. 2016-ban a múltja ellenére benevezett a Miss York megye szépségversenyre. Úgy éreztem, hogy Isten bíztat erre. Ledöbbentem, mert sosem voltam ilyen versenyen. Azt gondoltam, lehetetlen dolog, hogy bármilyen címet megnyerjek. Michelle egy programot indított, hogy segítsen a nőknek kiemelkedni a múltjukból. 1 évvel korábban indította el a női csoportját Unmask York néven, amit azóta is vezet. Szerettem volna egy biztonságos helyet, ahová eljöhetnek ezek a nők. Amikor elkezdtem szembenézni a dolgokkal, akkor kezdtem rájönni, hogy nem baj, ha megtört vagyok. Mert Isten új teremtését tud tenni Krisztusban.